A fiatal gazdákat érdeklik az újítások, a korszerű technológiai megoldások. Követni tudjuk a fejlődését a technikának itt, és látni is tudjuk, vagy tapasztalni is, hogy mit fejlesztettek tavaly óta, mert hogy tavaly is, hogy itt voltunk, és nagyon elrugaszkodott a technika. A kiállított szarvasmarhák nagy dobra kerültek. A tejtermelő gazdák, ha van pénzük, bővíthetik állatállományukat. Néztem hasonszőket, az Ausztriából hoznak be, csak az a baj, hogy minimum 13-at meg kell venni. De hát ilyen tejár mellett nem merek dönteni. Mert mindig lefelé megy a tej, nem főfelé. A vásár idei partnerországa Olaszország. A külföldi szakemberek a gyümölcstermesztésben mutatnak útmutatót a hazai gazdáknak. Gianluca Pazzi Szerbia kiviteli lehetőségére hívja fel a figyelmet. The Vojvodina region is for sure very adapted for this kind of cultivation, and you have to focus your attention on the export to Russia for sure, because it could be the most interesting market for your material. In any case, you can cultivate without problem or less in all part of Serbia. Magyarország több mint 40 vállalattal képviselteti magát az újvidéki rendezvényen. A kínálatból nem maradt ki a turizmus sem. Folyamatos fejlesztés történik, mint a fürdőhelyeken, mind az egyéb kulturális, akár a szegedi szabadtérit említeném, vagy a gyulai várszínházban. Minden nap van újdonság, egyszerűen nem lehet azt mondani, hogy most ez megváltozott mától, hanem egy folyamatos fejlesztés eredménye. Az Újvidéki Agrár Expón több szakmai konferenciát tartottak a termesztés technológiai megoldásokról, holnap pedig a Magyar Szakmai Napon a két ország közötti kereskedelmi kapcsolatok erősítéséről lesz szó.